Ősszel vezették be az új helyi járatos menetrendet Szekszárdon. A változtatásra azért volt szükség, mert a korábban több mint 10 évig működtetett rendszer évi több 100 millió forint veszteséget termelt. Már a módosítások tervezésekor felmerült, hogy teljesen át kellene alakítani a járatok köreit. Az önkormányzat kért is be erre ajánlatokat, az egyik több mint 11, a másik pedig 24 millió forintos tervezési költséget tartalmazott. Ezért most úgy döntöttek a képviselők, inkább ötletpályázatot írnak ki. A tervek szerint erre januárban kerül sor. Bízom benne, hogy a következő közgyűlésre be tudjuk ezt hozni, és elkészül az a kiírás, akkor bárki, aki ehhez kötődik, affinitást érez, 10 millió forint sikerdíjért javasolhat egy jobb tömegközlekedési menetrendet, ami azt fogja megkapni, ez a tervezetünk ez, aki nyert. Tehát a nyertes az 10 millió forintot fog kapni ezért. A szeptemberi módosításokkal az eredeti elképzelés szerint a költségek nagyjából 20%-át tudta volna lefaragni a város. Csak hogy időközben kiderült, többet kell fizetniük, mivel megnőtt az üzemanyagok ára. A kormánypárti képviselők egyébként régóta azt szeretnék, hogy a buszozás Szekszárdon teljesen ingyenes legyen. 2 évvel ezelőtt javasoltam a szekszárdi közgyűlésnek, hogy ingyenes legyen a szekszárdi tömegközlekedés. Ez nem volt fogékony a dolog, tehát nem sikerült ezt elérnem. Viszont továbbra se tágítottam ettől, én talán is azt szeretném, legyen ingyenes. Egy menetrend racionalizálással nem menjenek az üres buszok, tényleg nem menjenek az üres buszok. Oda menjenek, és akkor, amikor kell, annyi menjen, reméljük, hogy ezt sikerül elérni. A helyi járatos menetrend megújításával kapcsolatos ötletpályázatról várhatóan januárban újra tárgyal majd a szekszárdi közgyűlés.